Számtalan trófea látható a Vadászkamara megyei szervezete székhelyének dísztermében. Egy-egy elejtett vad agancsa a hivatásos vadászok számára saját szakértelmüket fejezik ki, azonban ezek pénzben kifejezett értékesen mellékes. Magyarországon évtizedek óta létezik kidolgozott trófea bírálati iránymutatás, ez alapján korábban viszont csak minőségi alapon és az egész országra vonatkozóan egységesen történt az értékbecslés. A hatósági trófea bírálat korrigálásáról szóló rendelete a jövőben már az egyes régiók vadállományában megmutatkozó különbségeket is figyelembe veszi. Nyilván nem várható az el, hogy minden tájegységben ugyanazon a színvonalon folyik a vaddal való gazdálkodás, illetve hogy egyáltalán maga az élőhely ugyanolyan minőséget produkál. Éppen ezért végre tavaly tájegységi szinte lebontották, hogy hol, mik azok a trófea méretek, trófea mérőszámok, amelyeket elvárnak a hivatásos vadásztól, hogy ennek mentén fejlesz-e az állományt. Nagyon precíz munkát kaptunk, nagyon jól átgondolt munkát kaptunk, én azt gondolom, hogy előre viszi nem kicsit a megye és az ország vadgazdálkodását, remélem, hogy néhány éven belül fogjuk látni ennek a pozitív hozadékát a egyre javuló agancsminőségben. Január 1-től egy másik, a vadásztársadalom jelentős részét érintő jogszabályi változás is életbe lépett. A jövőben a hivatásos vadászok ugyanis tevékenységük idejére közfeladatot ellátó személynek minősülnek, a büntető törvénykönyvben foglaltak szerint így jogilag nagyobb védelemben részesülhetnek. Nyilván a hivatásos vadászok sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor akár tetlegességre is sor kerülhet, nem feltétlenül az ő részükről, hanem az általuk eljárás alá vont személy részéről, és ilyen szempontból ez a változás nagyon-nagyon fontos, hiszen majdnem, sőt mondhatni, hogy ugyanolyan védelem illeti meg őket a bíróság részéről egy ilyen esetben, mint akár a rendőröket vagy természetvédelmi őröket. Fazekas Gergely hozzátette, a vadásztársadalom egységesen örült a változtatásnak, ennek hatására a várakozások szerint az erdők és a vadak védelme is hatékonyabbá válhat.